Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban bemutatjuk a hulladékszelektálást városunkban, ellátogatunk Kajana Marek kiállítás megnyitójára, a zárás pedig a Művészeti Alapiskola Táncakadémiájáé lesz. Kellemes tévézést kívánunk! Szlovákia minden állampolgára átlag 480 kg szemetet termel évente. Nincs ez másképpen a mi városunkban sem. Gyakran az ilyen hulladékok nem a megfelelő helyen végzik. Fekete hulladéklerakatok képződnek a természetben olyan helyeken, ahová pihenni járnánk. A környezetszennyezés a mai kor egyik legnagyobb problémája. Ezért fontos tudatosítani, hogy milyen hatással vagyunk az ország megjelenésére, a víz és a levegő tisztaságára. Fontos, hogy a problémához felelősségteljesen viszonyuljunk a mindennapi életben. Elsősorban a legfontosabb a hulladékképzés mérséklése. Például azzal, hogy a bevásárlás során olyan termékeket részesítünk előnyben, amelyeken kevesebb a csomagolóanyag, illetőleg olyan termékeket, melyek csomagolását megfelelően tudjuk szelektálni. A következő lépésben fontos, hogy az újrahasznosító konténerekbe ne dobjunk piszkos hulladékot. Kidobás előtt a jogurtos kelyheket, a konzervdobozokat vagy a kecsapos flakonokat ajánlott folyóvízzel kiöblíteni. Városunkban a hulladékgyűjtésnek két formája van. A családi házak lakói zsákokba osztályozzák a szemetet, melyet a szemételszállítási naptár szerint hordanak el. A lakótelepeken szénkódolt kukákba gyűjthetjük a hulladékunkat. A kékbe való a papír, újság, karton. A zöldbe az üveg, a nem visszaváltható flakonok és a poharak. A sárga konténerbe gyűjtjük ömlesztve a műanyagot, fóliát, fémcsomagolást és a teljes vagy dzsúszos kartont. A használt zsebkendő, pelenka és koszos szemetünk a kommunális hulladékba tartozik. A települési hulladék egyedi, elkülönített cikkeit át lehet adni a szolgáltatások területén a Komáromi út 69-es szám alatt. Átvesznek önöktől fényforrásokat, mint égőt, lámpát, felesleges ruhát, cipőt, többrétegű csomagolást, elektromos hulladékot, nagy térfogatú hulladékot, használt autógumit, használt elemet és akkumulátort. Minden szlovákiai településnek szerződéssel kell rendelkeznie egy felelős termelői szervezettel a szelektív gyűjtés finanszírozására. Ezért mindannyiunknak tisztában kell lennünk azzal, hogy nem fizetünk azokért a hulladékokért, amelyeket helyesen válogatunk. Csak azért a hulladékért kell fizetni, amelyet a közös települési szilárd hulladéknak a közös tartályába dobunk. Ez azt jelenti, hogy minél jobban válogatunk, annál többet hasznosítunk újra, és annál kevesebbet fizetünk a hulladék semlegesítéséért. Sajnos vannak köztünk olyanok, akik nem osztoznak a városunk tisztántartásán. A természet nyugodt és csendes rész, ahová pihenni járnánk, dobják a szemetüket és szennyezik a környezetet. A 2019-es évben Ógyalla város alkalmazottai 20 tonna szemetet gyűjtöttek össze az illegális hulladéklerakatokról. Mindezt néhány lakos gondatlansága miatt kellett a rendes, tisztességes polgárok adójából megfizetni. A városi rendőrség harcol az illegális hulladéklerakók ellen. Egyebek mellett fotócsapdák véletlenszerű elhelyezésével a legfelkapottabb hulladéklerakók környékén. A hulladék nem az arra kijelölt helyre való lerakása, kihágásnak minősül, érte akár 1500 eurós büntetés is kiszabható. A természet megtisztításában a város alkalmazottain kívül az alapiskolás diákok is segédkeznek. Ne engedjük meg, hogy a természet ilyen kegyetlen bánásmódban részesüljön. Terjesszük a tudatosságot és óvjuk meg környezetünk megjelenését és egészségét a következő generációk számára.
2020. február 28-án zajlott Kajan Marek kiállítás megnyitója a Feszti Árpád galériában. A kiállítás megnyitó elején zenével hangolódhattak a jelenlévők, Ostrozslik René zongora játékát hallhatták. A jelenlévő vendégek, családtagok és barátok köszöntését a művész bemutatása követte. Röviden visszatekintettek a diák éveire az alapiskolától kezdve a középiskolán keresztül, a mostani egyetemi tanulmányaig, ahol orvosnak, pontosabban sebésznek tanul. A középiskolai időszakban, amikor a legnagyobb szenvedélye a spanyol nyelv volt, Salvador Dali 4 képét is lerajzolta. Az órákat, az elefántokat, a lepkéket és Narcisz átváltozását. Az újgyallai népművészeti ünnepélyen jött az ötlete, hogy ötvözhetné a népi motívumokat valami anatómiával. Így jött létre az Anatómia népi dallamra című képsorozata. A jelenlévők kérdéseire válaszolva kiderült, hogyan is készültek egyes képek. Kajan mesélt a technikájukról, az elkészültük idejének hosszáról és arról is, hogy milyen érzések kísérték a munkák előkészületei és véghezvitele közben. Érdekesség, hogy minden kép rendelkezik saját érzelmi leírással, hangulattal, de humorral és bátorsággal is. Az alkotó képeivel ellátott pólók és pulóverek is elnyerték a jelenlévők tetszését. Ezek rendelhetőek egyenesen a művésztől. Marek elárulta, hogy a jövőben az orvoslással, pontosabban a sebészettel akar foglalkozni, és érdeklődik az emberi test atlaszának illusztrálása iránt. Marek nagyon nagy örömmel fogadta el a meghívást, hogy kiállítson Ógyallán, ahol a gyerekkorát töltötte, és ahol a családja és barátai élnek. Ezen bemutatóval talán sikerül egy kicsit közelebb hozni az emberekhez a tabuként kezelt testrészeket, és más megvilágításba helyezni azokat. A fiatal Kajan Mareknak gratulálunk, és a jövőben sok sikert kívánunk a tanulmányaihoz és az alkotáshoz egyaránt. A kiállítás a Kultúrház galériájában március végéig tekinthető meg. Ďakujem veľmi pekne, že sem mohli načrieť do jeho studnice. A teda tieto obrazy sme tu mohli vystaviť. Dovolte mi pár slov o ňom. Marek Kajan sa narodil pred takmer 24 rokmi. Vyrastal pred mojimi očami, lebo spolu s mojimi deťmi. Základnú školu navštevoval v Urbanove, bol výborný žiak, výborný v matematike, v slovenskom jazyku, výborný v recitácii, čomu sa venoval viacero rokov. Navštevoval základnú umeleckú školu Bayreuthiel, ale nejako mu nevoňala tá výtvarná, lebo on stále sa vymýkal z toho rámca povinného, takže on radšej sa venoval svojmu voľnému štýlu. Preto dal prednosť spevu a takisto aj základnú umeleckú školu navštevoval a odbor spev na našej základnej umeleckej škole v Urbanove. Venoval sa tomu spevu celých 7 rokov. V 8. triede nechcel chodiť na venček. Vďaka svojej mamine Alenke, ktorá ho teda prinútila, že ale musíš, tak začal chodiť aj na venček, teda na ten kurz spoločenského tanca. A samozrejme, po niekoľkých rokoch zistil, že urobil dobre. Hneď sa k tomu dopracujeme. Takže veľmi intenzívne navštevoval kurz spoločenského tanca ďalších 7 rokov. Medzi tým nastúpil na gymnázium Nové Zámky. Na gymnáziu pani učiteľke biológie povedal, že pani učiteľka, nechajte ma odpisovať testy, ja v živote nebudem mať s biológiou nič spoločné. Zase to nevyšlo. O 4 roky pekne zmaturoval aj z biológie a z chémie. Je to tak? Áno. A opäť má výbornú. Väčšinou po skúškach, napríklad po anatómii som kreslil presne to, čo som napríklad z toho odpovedal. Niektoré obrazy sú na banery, napríklad pri darovaní krvi, celý môj obraz, takže som ho nakreslil presne na darovanie krvi na gymnáziu. Napríklad tu vidíme niektoré obrazy, ktoré budú ako plagát pri kožných problémoch.
A väčšinou teda tento proces kreslenia prebieha tak, že si naštudujem anatómiu v rôznych atlasoch na internetoch a potom kreslím. Ja som si všimla, že sú tu kosti, hlavne kosti, potom nejaké vnútorné orgány, svaly. Je aj niečo iné, čo by sa dalo ešte takto z ľudského tela nakresliť? Nejaké bunky pre vás, alebo krvinky, alebo niečo také? Samozrejme, všetko sa dá. Kosti v ľudskom tele je okolo 600, takže ešte tu nemám úplne všetky kosti, ani svaly samozrejme, ale určite budem ešte pokračovať, takže. Čo ťa napadlo, alebo aké si mal pocity, keď som ti povedala niekedy, neviem, v decembri, že Marek Urbanové budeš vystavovať, urobíme výstavu? Tak som sa veľmi potešil, keďže to je taká satisfakcia, keďže v mojom bydliskovom meste v podstate vystavujem takéto moje diela a som veľmi rád, že tu vidím mnoho známych tvári, takže dúfam, že sa vám to všetkým bude páčiť a že mi dáte nejakú teda odozvu. A som veľmi rád, že sme sa tu takto stretli. Na záver nejaké posledné. Strúhadlo, aby sa ti dobre kreslilo a ešte, aby si mal veľmi veľa ďalších tvorivých nápadov. A keď sa ti minutersky povedz, odstraní ti. Veľmi 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 veľmi2020. március 1-én a Kultúrház termeibe gyűlt össze a Művészeti Alapiskola minden táncosa, akik táncművészettel foglalkoznak Ógyallán vagy a Művészeti Alapiskola kihelyezett intézményeiben, Ímejen, Hetényen vagy Perbetén. A diákok táncfellépései nagyon közkedveltek, kiváltképpen a szüleik és nagyszüleik körében. Ezúttal a Művészeti Alapiskola diákjainak és abszolvenseinek fél évi műsorát láthatták. A táncos koreográfiákat az ügyes tanítónénik Fatima és Krisztina gyakoroltatták be a diákokkal. A táncok tematikusan osztódtak, volt állatos, manós, évszakos, földön kívül is, vagy például velencei karneválos. A programot Madari Helena nyitrai magánművészeti alapiskolájának diákjai színesítették műsorukkal. Mindenki, aki ellátogatott erre az eseményre, érezte, hogy az Ógyallai Művészeti Alapiskola és a kihelyezett intézmények pedagógusai szeretettel foglalkoznak a diákjaikkal. Nem csak a táncművészet alapjait adják át nekik, de teret biztosítanak az önkifejezésre is, például a táncnyelvén. Kívánjuk nekik, hogy továbbra is sikerrel műveljék ezt a művészetet. Christmas Day, yeah, freedom.
Thank you.
Thank you.